Ma 2007. március 16-a van, és beszélgetünk egyet édesanyámmal, aki Krémer Péterné, 1929-ben született, és a leánykori neve Héfner Anna. Eléggé kényes gyerek lehettem, mert nagyon arra, amire visszaemlékszem, nagyon sokat fájt a fülem, sokat fájtak a fogaim, sokat el kellett, hogy vigyenek az orvoshoz, sokat szenvedtem ezekkel a dolgokkal. Hát a kisöcsém 2 évre rá született, abban az évben volt ez a valamilyen influenza járvány, és hát mi is elkaptuk, ő kapta el először, és ráment a tüdejére, tüdőgyulladás, szamárköhögés, minden, úgyhogy őt elvitte. Miután eltemették, én is hát annyira voltam, hogy már ilyen stádiumban majdnem, aztán hát anyámék majdnem minden nap átvittek gyönkre, ott volt az orvos, aztán engem így sikerült ugye megmenteni ők. Szakadáton az iskolába, ugye az első összevont teremben voltak a 1-2-3. Osztály, és ott volt a géptanító, azt tanított bennünket, és a 4.-5.-6. osztályban volt egy másik tanító, hát akkor később a Schulz nevű, ahova én megkerültem. Úgyhogy 3 osztály volt egy teremben, és egy tanító volt. Amíg a tanító mondjuk egy osztályjal foglalkozott, addig a többi írt, vagy hát valamivel valami elfoglaltságot adott nekik. Arra visszaemlékszem, hogy már 3. voltam, vagy 4. És én nagyon jó fejszámoló voltam akkor, és emlékszem, a tanító hát föladta ugye a leckéket, hát a nagyobbaknak, hogy fejbe ki kellett számítani. 1-2-re kiszámítottam, és jelentkeztem, és megmondtam. Lányok, nagyon sokan voltunk, olyan 20 körül lehettünk, biztosan nem többen, mert valami 4 fiú volt csak, és a többi az mind lány volt. Mivel magyarul nem igen beszélgettek még akkor a faluban. De az iskolában azért magyarul kellett? Ott tanultuk németül is, meg magyarul is. Úgyhogy a német írást is megtanultam, milyen betűknek mondják ezeket. Gótikus. Igen, azt is igen. Tudom. Gyönkön volt egy gimnázium. Szüleim, meg aztán hát akkor volt barátnőm, az Éva, ugye a Schneidler Éva keresztmamát, meg aztán az unokatestvérem, a Héfner Teri, megbeszélték, hogy jó lenne elmennénk, akkor legalább a 4 osztályt elvégezni, mert akkor 8 osztály volt még az érettségig, nem 4. Hogy legalább megtanuljuk jól a magyar nyelvet. De azt lehetett csinálni, hogy az 5. után már el lehetett menni gimnáziumba az első, második, szóval 4. évig. Úgyhogy aztán mi jelentkeztünk ott az egy református gimnázium volt Gyönkön, és hát föl is vettek bennünket, hát akkor még fizetni kellett, ugye az nem úgy volt még, mint később. És ez ilyen vegyes gimnázium volt, fiú-lány osztály közös, és hát akkor mi elmentünk 3 lányok. Úgyhogy minden nap gyalog átmentünk, és délután visszajöttünk. És az volt, hogy akkor a dr. Tüske Béla nevezetű igazgató volt annak a gimnáziumnak, és ha a főigazgató vagy valaki jött, akkor mindig kiemelte, hogy 3 szakadáti lány van, először most a Gyönki gimnáziumban, mindig föl kellett állnunk, és bemutatott az én főigazgatónak, hogy hát ez egy kis szenzáció volt akkor, mert hát ilyen nem volt még addig. Elég jó tanuló voltam, ugye kitűnő tanuló voltam ott is. 2 évig jártam én gimnáziumba, és utána akkor elkezdődött a háború már, ugye 42-43-ban. Anyám még azt akarták, ugye, hogy tovább ne tanuljak. Csak annyit, hogy jól tudjak beszélni magyarul, meg hát egy picit műveltség, meg minden. És én még akkor arra gondoltam, hát ha nem tanulhatok tovább, akkor miért strapáljam magam, mert akkor latint is kellett tanulni, ugye. Hát úgyhogy akkor a 2 osztály után ott hagytam. Akkor 5 évig voltál szakadától? Igen, igen. És akkor 2 évig meg igen, és azt mondták, nyugodtan azt mondhatom, hogy a 8 osztály, mert ez körülbelül megfelel ennyinek. Már akkor kezdődött kérlek szépen a zsidó kérdés, ugye a zsidó üldöztetés. 41-42 lehetett akkoriban, és nálunk is volt a mi osztályunkban 2 kis leány, helyesek voltak, nagyon kis zsidó származásúak. Hiába volt valaki átkeresztelkedve már, aki zsidók már sejtették, ugye, hogy mi következik, és szerencsétleneket elvitték aztán később, ugye, és
ott is maradtak meg, sőt, zsidó orvosok is voltak Gyönkön, fogorvos is zsidó volt, másik orvos is zsidó volt, nagyon helyesek voltak. Az eladók, ilyen nagy áruházakban is zsidó eladók voltak, ők adtak hitelbe, ha az embernek nem volt pénze. Szóval én egy rossz szót nem mondhatok rájuk. Beszéltek erről, mert ugye akkor rádió még nem nagyon volt. Nekünk aztán lett rádiónk. Amikor a Horthy kilépett a háborúból, akkor már nekünk szólt a rádiónk, sőt hallottam is azt a beszédet, amikor a segítséget, az később volt. Nem is volt máshol a faluban ilyen rádió. Elég korán lettem befogva, úgyhogy el kellett menni nyáron kapálni, segíteni, meg minden mezőgazdasági munkába befogtak, mert ugye apám az köművesmester volt, az nem volt itthon, az mindig vidéken dolgozott, hol Regőjbe, hol Szakályba, hol Sárbogárdon is volt, meg sokat volt Kesszőhidegkúton. És akkor hát milyen nagymamával azt a kis három volt földet, nagymama is örökölt egy másfél holdat, meg nagyapának is volt két hold földje, úgyhogy azt mi megműveltük. Hogy hát ne legyünk tétlenek, apám aztán ilyen bérföldet vett ki bérbe, és még azt is megmunkáltunk. Hogy te mennyi volt, 12-13 éves? Igen, 13-14 éves koromban már nagyon nehezen kellett nekem dolgoznom. Meg kapálni menni, meg babot szedni, meg minden. Szóval nem is jó visszagondolni, abban nagy hőségben lehet képzelni, mikor akkor is voltak ilyen melegek, mint most, és kint lenni, akkor az ember annyira szomjas volt, ha aztán elkezdtél inni, akkor csak inni kellett. Szóval ez volt akkor. Közben aztán Szakadáton is ugye kétfelé oszlott a nézetek, mert akkor jött a Volksbund, ugye ez a német csoportosulás volt, Volksbundnak nevezték, és általában szegényebb az iparosok álltak be, meg volt a gyűlésük, meg mindenféle rendezvények, meg ott volt egy csoportvezető, meg egy fő, mit tudom én, micsoda, egyik a talban lakott, a másik meg a mi utcánkban, akik ilyen vezetők voltak, és ők szervezték akkor a dolgokat. Emlékszem, volt ilyen lámpás felvonulást tartottak esténként, meg ilyen mindenféle rendezvényt, és hívták volna, de hát apám az nem akart. Nem. És nem voltak agresszívek, hogy minél többen nem, ők nem, azon nem. A téren nem lehet mondani, hanem hát őnékig nem volt kedvük, úgyhogy nem ment el apám. És akkor ugye jött a népszámlálás, és akkor hát ők németnek vallották magukat, akik ebben a csoportban volt, és ők Volksbundistáknak neveztük csak. Akkor volt egy másik csoport, mint apu is, meg ezek a fiatalabb fiúk többen, akkor egy másik mozgalom kezdődött, hogy hűséggel a hazához. Gyermény is ki volt tűzve, rajta volt, hogy hűha, hűséggel a hazához. Úgyhogy két ellentábor volt, aztán végeredményben akkor volt két kocsma, ugye a Volksbundisták ott voltak, a másikak meg a másik kocsmába. Ez. És nem szinták egymást, hogy nem volt ennyi harag vagy összeveszés, hogy valaki itt volt, a másik meg mit tudom én, annyira nem mondhatnám, hogy összeveszés lett volna, de hát ezek énekeltek. Szépen tudtak énekelni a német katonák is, azt meg kell hagyni, mikor aztán megszállták, olyan tempós, olyan még máma is tudnék egy-két nótára vagy dalra emlékezni, nagyon szépen énekeltek, és ők eléggé ilyen hirtelen, ilyen gyors beszédűek voltak, meg így hamar fölkapták a vizet, erre emlékszem, ezek a német katonák, amikor hát ott jöttek, mentek. Hát az volt, hogy akkor voltak, akik a Volksbundisták, ugye ezek a fiatalok, akkor a németek fölajárták, aki el akar jönni velük, mivel közeledtek az oroszok, ugye mindenféle rendőr, hogy hát meg volt is igazság benne, ugye a nőket megarosszakolják, meg mit tudom. Aztán volt egy pár leány fiatal, aki el is ment aztán Németországba, németekkel együtt. Hát az is érdekes volt, ha kint voltunk a határban, annyira észt tudtuk már, hogy mikor jönnek az érdekes búgása ezeknek az ellenséges repülőknek, már annyira ismertük. Hát azok angolok is lehettek, vagy oroszok, azt nem tudom. De akkor ajánlatos volt elbújni egy fa alá, bokrok közé, mert megtették, hogy rálőttek a kapálókra, egy sor tűzet leadtak. Mert az SS-ek összeszedték akkor nem csak a Volksbundistákat, mikor már a németek ott voltak, hanem a német falvakban, ezeket hiába volt hűséggel a hazához, német származású volt, az SS-ek el akarták őket besorozni. Hát azért mentek el a magyar? Azért mentek el ők, és a Bencédinek az apja, az egy katonatiszt volt Szekszárdon, és annak
Könyörögni kellett, a nagyapa sokszor mondta, hogy sose volt katona. Könyörögni kellett, hogy csak úgy vették föl, hogyha beleegyeznek, hogy kiviszik őket a frontra. Könyörögni kellett, hogy vigyenek ki a frontra, hogy lehessünk katonák, hogy nem akartak SS-ek lenni. Ugye 1944. decemberében jöttek be az oroszok, úgy emlékszem. Igen, 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 december. A szakadáton mondjuk ott nem volt nagy, mert ott a vezetők mindjárt ezek tudtak alkalmazkodni, tudod? Aki volt akkor az Eberhard tiszteletes, meg aki volt akkor a bírónak lehet mondani, megvárták, mikor hát észre lehetett venni, mert aztán a tankok jöttek, mentek már ott az országúton, fél méteres gödrök voltak, ahogyan jöttek, mentek, teljesen tönkretették az utat, ugye arra Gyönkhőgyész felé, akkor jártak tankok, meg mindenféle volt, aki beakadt ott, meg minden. És mikor aztán megjelentek az oroszok szakadáton, ezek mindjárt fehér zászlóval mentek eléjük, és mindjárt, hogy ők békét akarnak, és mindjárt megadták magukat, úgyhogy szerencsénk volt, úgyhogy nem volt semmilyen harcot. Úgyhogy csak egyszerűen átmentek ott. Azért maradtak a faluba, hát aztán garázálkodtak. De az volt a baj, hogy mindig keresték a bort, meg a nőt, ugye, este. Fiatal lányok voltunk többen ott a szomszédban is, aztán a szakadáti ház mögött, ott a parton volt egy kis kiugró rész, aztán ha hallottuk, vagy láttuk, hogy jönnek, akkor ott elrejtőztünk, ott az a part, az eltakart bennünket az utca felől. Oda szoktunk szaladni, ha emlékszem. Hát meg aztán éjjel, meg hát a színapadláson aludtam én is, mert éjjel is jöttek aztán. Anyámnak meg eltörött közben a karja, az elesett, elment a szomszédba, sikosság volt, és akkor elesett, és eltörött a karja. Én meg egyedül aludtam akkor a szénapadláson. Hó volt, a létrát oda tettük, ugye a felső szénapadláson. És akkor hát fölmásztam, és fölhúztam magam után a létrát, egy dunyha volt, meg egy párna volt fönn. És ott aludtam, és fönt a tetőn meg két sindő volt meglazítva, mert megcsinálták, hogy végigjárták, sőt, még az izéra is fölnéztek volna a padlásra is. Aztán úgy voltam fölkészülve, hogyha jönnek, sindőt kilazítom, és ott föl lehetett menni a hostelbe a felső fészer tetejéről, és akkor eltűnök ott a hostelon, valahol elrejtőzök. Amikor szomszédban voltunk, a kanterék előtt voltunk, lányok többen, hát akkor megjöttek, hát lehetett hallani, hogy jönnek, ez nappal volt, hát hova menjünk, hova menjünk, hát ott is gyorsan föl a padlásra, a cájlányok voltak, a serzlányok, azok voltak a második szomszédok, gyorsan föl a padlásra, ja, Beseféle házban volt ez. Fölmentünk, hát nem jött, nem értek, nézelődtek mindenfelé, hát most képzeld el, valamelyik elköhintette volna magát, olyan csendben kellett lenni, hogy ne legyenek észre, mert mindig a nőket keresték, ugye. De hát azt is megúsztuk aztán. Meg volt aztán, amikor randalíroztak ugye másik utcákba, és például az öreg Brettnert bácsit, meg a nénit mindig ugye ennivalót is kerestek, meg minden, és akkor hát azt mondták, hogy nincs nekik semmi, meg minden, és akkor rálőttek az emberre, de nem találták el annyira, úgyhogy átvészelte. És akkor hát tovább mentek, és másnap valaki meghalt onnan a közelből, akkor egy kicsit megijedtek, azt hitték, hogy ez az ember halt meg, akire ők rálőttek. De közben úgy tűntek el, az iskola utcában lakott a Stout-féle ember, azt tudott angolul. És mikor hallotta, hogy ezek ott lövöldöznek, meg randalíroznak, akkor angolul átkiabált nekik. Hát aztán gondolom, nem tudták hirtelen nyilván, hogy mi van, és akkor abba hagyták, akkor elvonultak. Aztán volt egy nő, aki tudott oroszul, az Ilona, úgyhogy azt szokták tolmácsnak hívni, ha valami probléma adódott, vagy valami, ő tolmácsolt. Hát aztán mondjuk a vezetőjük, azok rendesek voltak, mert a előttünk levő szomszédban, a Süszleréknél ott is volt egy nő, egy katonatisztnő elszállásolva, és az nagyon rendes volt. Ezek aztán megfették ezeket a randalírozókat, nem lehet mondani, hogy de hát ugye nem lehettek ott ők sem mindig. Ezt hallottam én akkoriban, mesélték, hogy volt, akik az orosz laktanya mellett laktak, nem szakadáton, hanem másik faluban, és mennyire meglettek ezek büntetve ott, akik ennyire randalíroztak, úgyhogy nem lett volna szabad nekik, de hát ugye megcsinálták.
És akkor ezek a randalírozások, ezek mind gyakran előfordultak? Hát majdnem mindeste. Minden este. Ritka eset volt, hogy sendült volna. Mondom, ezt én akkoriban mindig leírtam. Igen, hogy mikor tudom, történt. Hogy egyszer hát apád még akkor ugye hazajött a katonasságban, hát ő is katona volt, akkor is hazaszökött, ugye elmesélte. Hát akkor itthon volt egy darabig, akkor hát el szokott jönni esténként. Azt emlékszem, aztán beszélgettünk kint, egyszer csak látjuk, hogy tüzelnek az iskola utcával pont, hogy hova lőttek, ki tudja. Úgyhogy lövöldöztek. Ugye be voltak rúgva, és állandóan keresték a bort. Először a bombázások véget rejtettük el a dolgokat a pincébe, mert hát nagyon szép pincénk volt. Ilyen vastag ruhaféléket is tettük az ajtó elé, mert azt szokták mondani, hogy gázosítás is lesz esetleg, hogy hát ezzel is hogy védve legyünk. És utána még hát az oroszok véget is, ugye rablások véget is, ott ástunk egy gödöt, azt már meséltem ott a pincébe, és abban rejtettük a ruhánkat akkor, hát ezt az oroszok meg a bombázások előtt tettük oda. Na szóval a ládában voltak a ruhák, aztán egyszer csak halljuk, akkor lett voltunk még, én nem voltam a padláson sem még, hogy jönnek a hóstérről. Akkor a hó volt, és ezek a hegyen keresztül ott jöttek le nálunk, ott csúsztak le, nem a létrán, úgy csúsztak le. Hallottuk, hogy lejöttek, ugye ordítottak, kiabáltak részegen. Hát aztán nem tudtuk, elmentük az alsó szobába, hogyha bejönnek, akkor gyorsan az ablakon kiugrunk. Aztán egyszer csak nagy csend lett, hát mit csinálnak ezek, leskelődtünk. Egyszer csak látjuk, hogy nagy batyukkal a hátukon mennek, sonfordálnak ki a kapun. Hát akkor összeszedték a ruhákat, ami a pincében, ami volt. És akkor átmentek az árkon keresztül arra az iskola utca felé, és ott másnap akkor mondták, hogy elszórták azt, ami nem kellett nekik. És csak azt vitték el, ami tetszett nekik, ilyen nagy berliner kendőnek mondtuk, akkor ilyen meleg kendők voltak akkoriban, meg hát többféle dolgot már annyira nem is tudnám megmondani. A nagymama, szóval az én nagymamám az egy kicsit olyan bátrabb volt, mikor látta, hogy viszik a cuccukat, azt mondja, szóljuk neki, kiabáljunk utánuk. Aztán mondtuk, hogy még mit nem, aztán bejönnek még ide is, hát örüljünk, hogy eltűnnek. Mert hát ő sajnálta, ezek most kiraboltak bennünket, ugye. Hát ez volt. Januárban volt, akkor vitték el a nőket, meg a fiatalokat. Ugye akkor 18-tól 40 éves korig összeszedték a fiatalokat, és azt mondták, hogy robotra. Hogy de akkor 15 éves voltál. Igen, hogy robotra viszik őket. Hát apád akkor már nekem így kezdett udvarolni. És ez ki lett adva, hogy ha aki nem megy el, annak kiírtják a családját, meg mit tudom én, úgyhogy nem merték letagadni. Hát a szomszédban is, akik voltak ilyen leányok, hát nálamnál idősebbek, azokat bizony elvitték. És hát ugye apád is, meg a bátya is, az közben az katona volt, de közben megjött András bátya, vagy a keresztapád, vagy a katonasságtól hazajött, és akkor az oroszok vitték. Hát apu is ugye hazajött, hát ezt már elmesélte, hogy sikerült hazakerülni. Igen. És akkor elvitték őket az oroszok, ugye. És hát először akkor Szekszárdra, hogy robotra, hát mikor aztán onnan átvitték őket Bajára, akkor már tudták, hogy itt valami nem stimmel. Igen, és aztán apu onnan szökött. Apu is onnan elszökött, igen. Diósberényben például, mert Szakadáton előbb vitték el a jó népet, Oroszországba, ugyanikor azt mondták, hogy robotra kell menni, és akit nem jön el, annak kiírtják a családját, azt mondták, hogy igenis el kell menni, mert agyon lövik a családot, otthon maradottakat, ha nem jönnek. És Berényiek, nem tudom milyen oknál fogva, sokkal később, mikor már a szakadátiakat elvitték, és már rá lehetett jönni, hogy hova viszik, akkor kezdődött Berénybe. Ezek meg elmenekült az ifjúság, és hiába fenyegettek, mégse írtották ki azért a családjukat, azért ezt nem merték megcsinálni, hogy kiírtják, és ezek megmenekültek. És ez volt akkor 45-ben, és 47, akkor olyan nyár elején, akkor kezdődött azt hiszem a kitelepítés. Na akkor a volksbundistákat összeszedték, és azokat szépen azok vihettek sok mindent magukkal, bevagonyolozták, és őnekik meg volt a helyük, ugye Kelet-Németországba vitték.
És ugye onnan akkor már Csehszlovákiából, azt hiszem perbeteljek voltak ezek az első betelepülők, és ezek mentek ezeknek a házukba. Kevesebb lett kitelepítve, mint ahol mennyi bejött. Akkor azt csinálták, hogy összetelepítették az ottani, hát így került a Mári néni, még a Mártáék is. Hát a Mári néni már nem volt, az már Oroszországban volt, csak a nagyanyjuk, meg a Márta, meg az Emil. És itt a Krózsaséghoz rakták át őket, mert az a ház még kellett valami, nem tudom hány házal kevesebb ürült ki, mint a hány telepes jött be, és akkor akik még ott voltak, azokat összecsoportosították egy másik volksbundista családdal, addig még egy, azt hiszem, még egy transport lett aztán kitelepítve, kicsit később, és akkor kerültek sorra Mártáék. De az jobban később lehetett, mert emlékszem, még a Márta, még az Emil ott jöttek, mentek az utcán, úgyhogy nem tudom hány hónapig laktak a Sicsuk-Rózsaséknál, mire aztán őket is kitelepítették, és akkor jöttek ugye Romániából a székelyek. Először csak Szlovákiából jöttek? Most azt nem tudom hirtelen nyilván, hogy a románok is akkor jöttek, de a székelyek később jöhettek, mert akkor jött a kacúr, még ezek akkor kerültek sorra Apádék. Meg Csehszlovákiából is jöttek, akik mindenüket, ugye nagy gazdagabbak, akik szintén mindenüket elhozhatták. Akkor jöttek a hátsó szomszédék is, a igen, tóték? Igen, a tóték, igen. És akkor közben, ugye akkor a Volksbundista egy csoport még volt, akik kitelepítettek, de az nem volt elég, ugye, és ezek általában ilyen kis házakban, meg ilyen helyeken laktak, ahol nem volt se állat, azok ilyen iparosok voltak inkább, akinek nem volt se tehenük, azok ilyen kövülesek. Szóval iparosságból éltek, úgyhogy nem volt ott nagy gazdaság, meg nagy vagyon. Hiába voltam én hűséggel a hazához, abban a mozgalomban nem számított már semmi se. Német, származás, kész, amelyik lakás megfelelő volt, azt kipecézték, hogy azoknak el kell menni. És akkor ez valahogy kitudódott, és hát senki nem tudta, hogy ki kerül sorra, mert aztán jött egy bizottság, aki ezt eldöntötte, hogy kit fognak elvinni. És akkor mi is úgy voltunk, ugye anyámmal, mert mindenki akkor kereste az ismerettséget magyar falvakban, hogy valaki ismerőse volt, és ott egy kis ezt-azt ruhafélét, ágyruhát elvitt, mert az volt mindenkiben, hogy nem megyünk, hanem elszökünk. Ha arra kerül a sor, akkor elszökünk. És Apádék is azt mondja, apu, hogy ők éjszakánként a hostelra vitték föl a ruhát, meg mindenfélét, és akkor éjjel átmentek Szakályba, átvitték kocsival, mert ott volt a apjának, a te a nagyapádnak ott volt a katonatársa, és oda vitték, amit lehetett. Nálunk meg hát apám ugye sokat dolgozott Szakályba, meg Regőbe, és akkor mi is Szakályba, Dobóék azt hiszem, oda vittük mi is anyámmal, aztán mindig hajnalban egy nagy battyút vettünk a hátunkra, és vittünk ágyruhákat, meg ruhaféléket, és ezekhez, hát ezek befogadták, hogyha véletlenül kitelepítenek, mert ez már nem rendes kitelepítés volt akkor. Ezért mindenki próbált egy kis ismerettséget szerezni, hogy elrejtőzik valahol a magyar falvakba, és egy kis ezt ágyúhát, meg ezt, azt nem is tudom hányszor jártuk meg az utat, nem tudom. Hát az hány kilométerre van Szakály, meg Szakadá? Hát 12, biztos, hanem 15. Körülbelül hát akkor 15, az nem volt, igen. Akkor ez nem volt nagy, hát a Hidegkútra is mentünk gyalog, ugye, mikor már te megszülettél, hát gyalog kellett menni az erdőt keresztül, hát akkor még nem volt autóbusz, hát vasút az volt, ugye. Szakályba is, meg Regőbe is vittünk mi ruhákat, Regőbe azt hiszem Antalék. Apám az ott sokat dolgozott, és hát engem ott be is mutattak többször, mert hát ugye egy köműves mester az akkoriban parasztok között egy kicsit olyan előkelőbbnek látszott, és emlékszem, mikor néha aztán el szoktam menni apámhoz. Ez a mesternek a lánya, így a kis tekintélye volt apámnak ott, és akkor én ott voltam akkor egy pár napig Regőbe is, egyedül. Aztán emlékszem, ezek azt hitték a házigazdák, mert valami külön kis szobában lehettem, hogy hát én el vagyok látva ennivalóval, közben már nem volt semmim se. Olyan éhes voltam már akkor, hogy ilyen így még soha nem éheztem, mint akkor sose felejtem el. Ott Regőbe. Ezek ott reggeliztek, én nem mertem szólni, hogy éhes vagyok, ők meg azt hitték, hogy el vagyok, a szüleim hoztak nekem ennivalót, meg minden, hogy hát el vagyok látva.
Hát az ember akkor még olyan kis gyámoltalan, meg olyan, mit tud, mert ezeknek a hájjaj, hát ők nem tudták, hogy én nekem nincs hát van. 18 éves voltam. Nem voltam még 18, hát 17. Apád akkor már udvarolt nekem. Apu azt mondta, hogy ők, mert ökrök is voltak, meg lovaik is voltak önékig. És hát ugye ez nagy gazdasági épület, hát az ugye, pedig hát a nagyapa ott dolgozott a polgármesteri hivatalban, ugye ő pénztáros volt, még hozzá ott volt közel, mégis nem kegyelmeztek neki. Sőt, tudom, akik boltban voltak, ahol most is van a bolt, a krémerék, krémerék voltak azok is, ott volt valamelyik bizottság, nem tudom az egésze, vagy csak egy pár személy elszállásolva, akik ezt meghatározták, hogy kikből állott, azt máma se tudom, hogy kiket fognak kirakni, gondolva az előjárósággal egyetértve, vagy nem tudom. Ugye ott ettek, minden ott voltak, és nem árulták el ennek a szerencsétlen családnak, hogy ők is sorra fognak kerülni. Hallottam, hogy azt mondta az ember, hogy ott volt a szajmok az asztalon, mikor mondták, hogy úgy szaladtak el, úgy menekültek el, hogy ők is sorra kerülnek, semmivel jóformán. Ilyen aljasak voltak azért. Hát ha most nem tudta volna megmenteni azt a családot, aki ellát engem, mi. Csak elbeszélés után tudom, mert én nem tudom pontosan, hogy volt, csak ahogyan mesélték később. Mikor aztán kitudódott, hogy kik kerülnek sorra, akkor ők elszöktek. És ha sikerült mondjuk elszökniük, akkor maradhattak Magyarországon? Egyelőre maradhattak, ha sikerült úgy elszökni, hogy nem találták meg. De ott kellett hagyni nekik a házat. Ott kellett hagyni mindent, ott igen. Kellett hagyni mindent, és hát a mi családunk, mondjuk a Héfner, az András bácsi, ha emlékszel, a Slitavc bácsi, ugye, ők se kerültek sorra, Héfnerik, mi nem kerültünk sorra, egyik se, meg a Talba se. Hát nekünk nem igen volt nagy istálónk, vagy nagy vagyunk, meg a házunk se volt annyira, ugye, nem, mint az apuiknak, meg ezeknek a nagyobb gazdáknak szép házuk, istálójuk, meg mindenük volt. Mi aztán nem kerültünk sorra, hát akkor terült ki, hogy akiket megtudták, és akkor elmenekültek. És hát apu szülei azt hiszem először Szakályba mentek, és onnan meg Magyarkeszibe. Anyám, meg a Bözsi néni a Talban azt mondták, hogy hát legalább bennünket biztonságba helyeznek, hogyha hirtelen menni kell, hát mi fiatalok voltunk, akkor bennünket elküldtek Mezőkomáromba. Az Eichoniknak? Abba a házban, ahol én születtem? Igen. Hát ez egy kis ház volt. Hát kis ház volt. Hát, egy szoba volt, ha jól emlékszem. Nem, egy kis szoba volt még. Hát az a szoba konyhának is lett használva, meg az a kis veranda volt. Én már nem is tudom, hogyan is aludtunk, pedig hát sokan voltunk. Az Eichon, hát az már Németországban volt. Már olyan háborúból megjött Németországba, és ő azt írta a családjának, hogy ő nem akar visszajönni. Gondolta, hogy jobb helyzetben lesznek ott Németországban, és ő már akkor arra gondolt, hogy a családja költözön oda. És először az Erzsivel voltunk fönt, sőt, úgy emlékszem, akkor már apád is följött, mert ő elszökött, mert mi nem kerültünk sorra, ugye kitelepítésre, hogy ő akkor nem megy el a szüleivel. És akkor ő is oda jött Mezőkomáromba. Hát az Erzsit azt hazavittük akkor, emlékszem, gyalog mentünk, és akkor látogattuk meg a szülőket is Magyarkeszibe. És akkoriban úgy volt, hogy állítólag valami buszjárat van ott valahol, és mi azt hittük, hogy akkor busszal megyünk egy darabig, és akkor kiderült, hogy aznap a busz nem járt, hát akkor este lett, hát mit csináljunk. A Bözsi néni eljött az Erzsiért, a tisztivészje, az is velünk volt, az Erzsi, meg én, meg az apu. És akkor egy magyar faluban, Magyarkeszi felé, vagy azon túl már, hát nem volt hol aludnunk, akkor ott a kisbírót megkértük, hogy hol tudnánk aludni. Akkor volt ott egy pajta tele szalmával, aztán ott aludtunk éjszaka. Azt se felejtem, mert ott éjszakáztunk. És úgy mentünk aztán tovább, hát a Bözsi néni hazavitte az Erzsit, mi meg az apuval meglátogattuk a nagyszülőket Magyarkeszin. Hát azt emlékszem, hogy a liszt meg mindenféle ott volt az ágyuk alatt, tehát egy szobában voltak, hát ott azt hiszem a nagyapa a papnak a babait rendezte, vagy valahol, szóval valami elfoglaltságuk volt, na hát ők ott voltak akkor. Na akkor mi visszamentünk ugye Mezőkomáromba,
És akkor hát közeledett az idő szeptember felé, hogy majd hát akkor el akarok indulni majd a Eichonék ki Németországba. Hát így szabadon nem lehetett kimenni akkor már le voltak zárva határok meg minden. És szerencsénkre a második szomszédban lakott a pályarendező, vagy minek mondják, akkor szóval aki vasúton dolgozott, és én közben akkor a szüleim azt mondták, hát, hogy tanuljak meg varni. Azt akarták, hogy valami kis szakmaszerű legyen a kezembe, mert mondom, mi aztán elmentünk Mezőkomáromba, mert attól féltek, hogyha ők elindulnak, ugye, és megint elkapják őket a határon, és nem tudnak kimenni, és ha közben elfoglalja valaki azt a házat megint, akkor nem tudnak hova menni, és akkor megkérték az a nagymamát, hogy mi a nagymamával lakjuk ott, addig, amíg hát ez elrendeződik, hogy mi lesz velük, ugye. Még akkor a nagymama nem volt ott, az csak akkor jött, mikor ezek elindultak. De az apu az már ott volt akkor, mert akkor ezek már el voltak üldözve, és emlékszem, akkor én meg akkor már jártam varni. Ott tanultál varni Mezőkomáron? Mezőkomárban, Faustich néni, Faustich nevezett, a Schlitték ismerték jól, hát azt mondták, ez a legjobb varrónő a faluba, mert volt több is. És ő, mivel ő is német származású volt, meg én is, mindjárt be is fogadott, hát varrom most, három hónapot mentem, talán október, november, decemberben, még szeptemberben nem, mikor a Eichonék elmentek, akkor még nem mentem, hanem utána. Ez 47. szeptember volt. Igen, 47. szeptemberében, mikor ezek elmentek, és igen. Akkor mondom, ez a Faustich néninek a veje, ez forgalmista volt ott a vasútállomáson, és hát ővele megbeszélték, és ezt szépen leírta az Eichon keresztmamának, hogy merre menjenek. Azt hiszem Veszprémnek mentek, hogy hol kell átszállni, hogy merre menjenek át a határon. Szépen leírta nekik az útvonalat, mert hát ő szerencsétlen hogyan tudott volna tájékozódni tényleg. Val éjjel vagy hajnalba indultak, akkor nem annyira feltűnő. És emlékszem, hogy mindegyik gyerek kis hátizsák volt a hátán, amikor elindultak, emlékszem, hogy a kis Irén is még ilyen kis aprócska volt, de őnek is ilyen kis hátizsákja volt, úgyhogy elkísértem őket. Tehát akkor ott várjál, akkor az anyjuk volt, meg aztán az öt gyerek. A négy gyerek, igen. Három lány, meg egy fiú, igen. Meg az anyjuk. Igen. Úgyhogy tehát négyen mentek, négyen, mert az apjuk meg kint várta az őket. Az apjuk kint várta őket, igen. Négyen mentek, és hát szépen fölletek világosítva, hogy mit mondjanak, ha jön a kalasz, hogy ők hova mennek. Ezt itt valahol ilyen leírtam valamelyik levélbe, ezt írtam meg a szüleimnek én, onnan emlékszem most vissza tényleg erre. Úgyhogy aztán hát elindultak, és akkor hát szerencsésen kiírtak, de úgyhogy akkor a nagymama eljött, és akkor mi ott lakunk, hát apu is ott lakott akkor velünk, bennem, mert ugye mutatkozni már akkor szakadáton nem lehetett mutatkozni azoknak, akiket ugye kitettek a lakásukból. Na és akkor hát közeledett az idő, hát hogy hát ugye ott lakott velünk, hát akkor illene összeházasodni, ugye, meg minden. De hát viszont akkor hogyan bejelentkezni nem igen lehetett. Na akkor az embernek ugye mindenhol vannak jó ismerősei, meg hát az Eichon, meg a Schlitték révén, ott volt a második szomszédban Nagy Margit. Az volt ott a polgármesteri hivatalban, a Vera volt a jegyző, ez meg volt valami titkárnőféle. Hát akkor abban megbeszéltük, hogy mit lehetne csinálni. Hát aztán úgy beszéltük meg, hogy kitölti a jelenléti ívet, hogyha bejelentkeztünk, ugye én is, az apu is. És azt mondja, ez az ő fiókjában lesz, mert hát azt mondtuk, hogy lehet, hogy ide is jönnek. Sőt, hát azért gondoltuk, mert... Tehát is aput keresték. Hogy aput keresik, mert onnan gondoltuk, mert ugye mikor a aput keresték, hogyan is... Rájöttek? Nem, ez már később keretkezik. Szóval nem voltunk biztosak, hogy apu nem keresik, és akkor hát így csináltuk, hogy kitöltötte az ívet, bejelentő lapot, és azt mondja, hogy ha szükség van rá, hát ha meg akarunk esküdni, akkor kellett volna, akkor itt van, de ha valaki olyas, valaki jön érdeklődni, vagy valami, akkor nincs, akkor benn van az ő fiókjába, úgyhogy akkor nem létezik, és akkor úgy beszéltük meg, hogyha hát, ha megtudjuk, hogy valami, akkor apu eltűnik a Schlittékhez.
akkoriban még az volt a divat, hogy háromszor ki kell hirdetni, akik házasolni akarnak, három vasárnap. Hát akkor az se lehetett, hát nem volt ajánlatos, hát akkor el kellett menni Veszprémbe, püspöktől engedélyt kérni, hogy hát úgy tudjuk összeházasodni, hogy hát ne kelljen kihirdetni. Mert megesküdtünk, akkor még ugye ott voltak a nagymamáik, és alig, hogy egy-két hétre rákaptuk a hírt, hogy hát nagymamáikat elvitték, megtalálták. Mert akkor összeszedték, hogy hogyan, hogy nem, akiket megtaláltak. Magyar keszén. Igen, hogy ki tudja, hogyan derült ki, hogy nem mindenkit találtak meg, akik nem találtak meg, azok egy darabig ott el, mint a Krémerhanozékig, azok valahogyan úgy olyan helyre kerültek, hogy nem találták meg, akkor ezek elhúzottak, elhúzták magukat, mire aztán egy év múlva, vagy mikor aztán lassan-lassan vissza lehetett szivárogni, mikor aztán ugye ezek a telepesek, ezek azt csinálták, ugye addig, amíg lehetett, használták, aztán tönkretették a sok állat, minden ugye, túltettek rajta, mert nem értettek, sőt, ezek a románok, a székelyek, hát ezek pláne, ezek a kacúr is, meg ezek, akik kapuházában volt, hát ezek, mit tudom én, bányában, vagy hol dolgoztak, nem tudtak ezek gazdálkodni. Egy-kettőre túladtak a dolgokon, és akkor elillantak, ugye, mikor már nem volt semmi eladni való, meg elrendeztek mindent, akkor mentek, mit tudom én, bányában megint, vagy hova tűntek, eltűntek aztán. És akkor üres lett a ház. És akkor üresek lettek a házak, és akkor költözött be ez a Péter bácsi. Tudod, aki valamikor jegyző volt a tanácsházán, mert akkor ilyen, mondom, hogy kitettek sokakat, meg hát akik elmenekültek, ott is üres volt a ház, akkor mások belekült, az ilyen zavarodott dolog volt, úgyhogy nem mindenki más házban lakott akkor, ahogyan üresedett meg, ahogyan lehetett. Úgyhogy ilyen zavart világ volt. Ez akkor nem is volt olyan, hogy jogilag, meg földkönyv, nem. Földhivatal, meg ilyesmi. Ilyen, és úgy elfoglalták. Hát ez a háború után adásvétel, meg ilyesmi, szerződés, semmi. Nem. Ott beköltöztem azt az egyébként. Egy darabig. Hát aztán később gondolom, akkor ez normalizálódott a helyzet. Ja, igen, igen. Hát mondom, én közben jártam aztán Barni tanulni 3 hónapig. Úgyhogy akkor ott született egy kisbaba, úgyhogy akkor egy kis gyakorlatom is lett akkor a kisgyerekes dolgokban, mert pont akkor ott a varronőnek a lánya lakott vele, meg mondom, a veje az meg forgalmista volt a vasútállomáson, és akkor én láttam egy kicsit, hogyan kell egy kisbabával bánni, hát ilyen fiatal korban az embernek még nem sok fogalma van, ha nincs a család, a gyerek, egy kicsit akkor rám ragadott valami. Hát igen, akkor, ott a családban nem volt gyerek. Hát ott nem volt akkor. Hát az Erzsi volt, az Erzsire én sokat vigyáztam, a Tal Erzsi. De pici baba nem volt. Hát pici babának nem, de mikor ilyen kis 1-2-3 éves, akkor sokat volt nálunk, meg sokat vigyáztam rá. De hát ő akkor már nem volt pici baba. Hát és akkor végül is összeházasodtatok? Végül akkor ugye összeházasodtunk, hát nagy esküvő nem volt, hát akkor a szüle, a nagymamáik ugye azok eljöttek. Ez volt 1948. január 10-én. Igen, január 10-én. Úgyhogy akkor a Slitték voltak az esküvőnkön, meg a nagyapa, a nagymama, meg az Árpád. Hát a Rézi néni, vagy a Kó, meg a Mári, azok ott maradtak. Mert hát gyalog kellett azt hiszem nekik menni, vagy hogyan már nem is tűnöm. Hát az Árpádot elhozták, rajt is van a képen, valamelyik képen. Ezek ott voltak az esküvőn, hát nagy esküvő nem volt, hát lakoma se volt nagy, hanem voltak ott vadászok a szomszéd, akkor egy vadnyulat vettünk, vagy kaptunk, az volt az ebéd. Meg hát ugye német keresztmama, a Kató keresztmama, az akkor is ilyen ügyes volt már mindig, az akkor sütött egy tortát nekünk. Meg a nagymama, hát az ómama, az velünk lakott, akkor az ott lakott Mezőkomárban, az ott maradt, akkor ott volt, mikor összeházasodtunk, az ott volt egy darabig, addig, amíg te meg nem születtél. Úgyhogy nagymama sütött kuglófot, hát az volt a kaja, apu meg harmonikázott, az volt a zene, mert a nagy harmonikája az meg volt, azt elhozta Szakadátról. Úgyis a vőlegény csinálta az igen. Igen. Na és akkor... Ez ott volt a mezőkomáromi házban? Ott, persze, ott laktunk mi akkor, igen. Ott volt az egész. Igen. Na hát mikor mi oda kerültünk, ugye akkor ez a ház, ez egy kapott egy bombatalálatot, hát a teteje be volt szakadva,
meg aztán a hátsó fala is, ott is volt egy luk, úgyhogy aztán apát ugye abból kezdte, hogy azt kijavította ott, meg hát kezdett aztán ott a vizéknak kemencéket rakni a szomszédoknak, meg ilyen kis javító munkákat csinálni eleinte. És én meg a Schlipp-Bőzsivel, mi megjártunk napszámba ilyen gazdagékkal, hát kulákok lettek aztán a végén, ott volt sok ilyen gazdag ember. Nyáron már ugye napszámba jártunk, és télen meg én akkor fontam. Hát ez már akkor volt, azt hiszem, amikor te születtél, ez már később volt. Először mindig a napszámba jártunk a Bőzsivel. Mit csináltatok napszámba? Kukoricát szedni, hát ez ősszel volt. Mm-hmm. Ez már akkor is, mikor mi fölkerültünk a nagymamával, már akkor jártunk a Pözsivel, tudom, a Pözsivel a kató, az még szolgált a Vidáéknál, vagy Vigáéknál, az még kató keresztmama, az ott hát, szolgáló lánynak mondták akkoriban, ilyen cselédnek, vagy hogy mondjam. A Juliska az meg ilyen beteges volt, az a szívében volt, az ilyen beteges volt, ugye azt egy kicsit jobban kellett kímélni, hát a Jancsi is még kicsi volt. Úgyhogy mi a Bözsivel, mi jártunk aztán napszámba ilyen kukoricát szedni, meg csutaszálat vágni, meg szotyolaszálat vágni, hát abban tüzeltünk télen. És ugye? Az apu az pedig ilyen javítási dolgokat csinált. Ilyen javítási dolgokat csinált eleinte. Aztán később meg elment, akkor ott volt a Szuplics nevezetű köműves mester, meg a Grossman nevezetű, és akkor azt hiszem, nem is tudom melyiknél volt, előbb a Grossmannál, vagy a Szuplicsnál volt, előbb akkor ott ilyen mestereknél dolgozott már később. De eleinte ilyen javító munkákat, nagyon jó kemencéket tudott csinálni, azt mondták legalábbis, akik megcsinál, mert akkor még kenyérsütés volt, ugye. És kérlek szépen, akkor meg olyan helyzet volt, akkor már a Rákosi rendszer volt, hogy aki nem termel magának búzát, vagy nem megy aratni, vagy nem megy csépelni, az nem kap búzát, nem vehet búzát, meg nem is őrölheti a malomba. Úgyhogy elmentünk apáddal aratni nyáron, ugye búzáért. És hát nem csak azt kaptuk meg akkor úgy feketén, akkor a gazdák akkor jó indulatúak voltak, úgyhogy hát ők is jól jártak, adtak is el belőle, de meg volt, hogy honnan származik ez a gabona, hogy honnan van nekünk, és azért volt. Örülhettük meg. És akkor hát én sütöttem ugye akkor a kenyeret, hát volt a kemence, ha emlékszem még rá. Az ott kint volt a nyári. Az ott kint volt a nyári, hát apád egy kicsit ugye rendbe popozta ott, hát akkor is még ott egerek szaladgáltak sokszor, meg annyira nem volt, akkor én már fontam, mikor te már ugye hát megszülettél, hát akkor már nem mentem el, akkor ilyen fonást vállaltam, mert sok birka volt, és ezek a magyarok, ezek nem tudtak se fonni, se kötni. Akkor ilyen gyapjút vállaltam, rokkát, hát rokka az volt szakadáton, és vettünk egy új rokkát nekem, és akkor fontam, és a gyapjúért legtöbbször, hát pénznek nem igen volt akkor még értéke, és azért kötöttem neked, akkor sokféle kötött cuccod volt, ugye melegítőt, ilyen mackót, meg kabátot, meg sapkát, meg magunknak is, úgyhogy azt kötöttem.